Mert akkoriban számoltam, hogy ilyen egy éjszaka biztos, hogy 300 tippet össze lehet szedni, akkoriban. Tehát az manapság... 300 dollárt? Persze, manapság meg én beszéltem jó helyen emberekkel, akik 900 ezer, tehát az a jó jatt, vagy tipp, vagy nem tudom. Az kemény azért. Obama egyszer rám sétált, hogy úristen, milyen rajongása, és hogy várják az elkövetkezendő, vagy a leendő elnöket, mert nem tudtuk, hogy ő lesz. És akkor kiszállt az autóba, és ki tudta, hogy ő végig pacsizik mindenkivel, és akkor pont felém, és akkor én nekem állandó léptekkel arrébb kellett menni, hogy legalább helyet tudjak neki adni, de mi egy kordonon kívül voltunk ketten. Zsákos, nagyon jó volt a múltkori műsor, a múlt heti műsort kérném CD-n lemásolni. Na most én minden szabályt felrúgva azt mondtuk, hogy oké, akkor programok hétfő, kedd, csütörtök, péntek. Most éppen az ismerős arcok zenekar jutott eszembe, mert ő egyszer volt vendégünk. Ma már nem biztos, hogy lehetne, ha bár Nyelges Attilát innen üdvözlöm, és mondom, hogy viszont várjuk ide Amerikában. Úristen Ákos, mi buli után veled vasárnap templomba is jár. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Na, a mostani vendégünk, nagyon szeretettel köszöntünk mindenkit és a vendégünket is. Azért nagyon-nagyon jó, hogy eljött hozzánk a mai napon, mert körülbelül 10 éve vagyunk Amerikában, ilyen 9,5 éve szerintem ismerem az úriembert, aki itt van, és azért volt számomra nagyon-nagyon-nagyon fontos legelőször találkozni vele, mert ugyanis akkor ő még csinált egy kábel televíziót itt Amerikában, New Yorkban. Nekem ez volt az információ. Akkor találkoztunk, duncsiztunk egy tök jót, szövegettünk terveket, meg mindent, és kiderül sajnos, hogy ez már annyira nem működik, mint amennyire én hittem. Lehet, hogy valaki mesélt róla nekem, és én nekem az elképzelésemben benne volt, hogy ez még mindig megy. Uh-huh. És úgy megörültem, hogy apukám, kikerülök New Yorkba, és már is kezdhetem ezt a médiás dolgot, mert ez mindig a szívem csücske volt. Rózsa Ákos a mai vendégünk. Szia Ákos! Szia, köszöntök! De ez így volt, ugye? Kedves néző. Hát én azt hittem, hogy más miatt találkoztunk, de most már igen. Nem, biztos megvolt a kábel televízió, vagy pont nem volt már meg. Uh-huh. De én azt hittem, hogy volt egy olyan ötlet, hogy Chicagóban élt egy Kovács Lóri nevezetű úriember, akinek volt egy akkor én számomra újdonságnak tűnő appje, amin volt egy Magyar vagyok című app, uh-huh. ami egy rádiós appnek is indult, de csak zenéket dobált be a gép. Uh-huh. És én arra emlékszek, hogy az volt az én elgondolásom, csak lehet, hogy nem bontottuk ki odáig, hogy ez az applikációt, amit használunk, mert már úgyis a rádiózás az már egy ilyen nagyobb mérföldköveket lépett, és gondoltam, hogy kimegyünk a hullámsávokból, és talán rákerülünk az telefonra, és akár akkor már bárki bárhol lehet, tudja hallgatni. Jó, egyébként ezt mondod, ja. Ez volt az én gondolatom. Lehet, hogy tápanyagnak jött az a kábeltelevíziós múlt, amit sajnos mindenkinek elmondom, hogy ez egy ilyen igen, sajnálatos ilyen konzervadások voltak, amiknek ilyen információs értelme talán volt a Manhattanben élő magyarság számára. Tehát tisztán emlékszem, mikor például katolikus templomban elmentem, és számomra idegennek tűnő öreg nénikék mondtak, hogy Rózsákos, nagyon jó volt a múltkori műsor, a múlt heti műsort kérném CD-n lemásolni. Na most uh-huh. ez igazából nem töltött el akkor nagy örömmel, hogy ezt hétről hétre ismételte. 6 év volt benne, csak hogy mikor már te megelkezdte, akkor éppen az utolsó pontot tettük erre a történetre. Lecsúsztam róla, de hogy mondod uh-huh. ezt a rádiós dolgot, tényleg igen. valami rémlik, hogy... Az lett volna az én új ötletem ebben a folytatás. És utána ezzel bombáztalak téged. Igen, és az lett volna, hogy akkor a Magyar Ház az ott van, mint egy magyar központ, pont Manhattan szívében, nagyon közel a Metropolitan Múzeumhoz, meg Central Parkhoz, meg Center, meg New York, meg mindennek a központja, és hogy miért ne ott lenne egy stúdió. Uh-huh, tehát az uh-huh. én ötletem az lett volna, hogy állítsunk fel ott egy, mondjuk egy New York-i stúdiót, de attól függetlenül, hogy mert az idő az megy,
És ugye megyünk körbe-körbe az órában és időben a Földön. Tehát ugyanúgy vállalhattunk volna egy idősávot ebből a rádióból, egy New York kiadást, ami egy 3 óra, utána jött volna, mit tudom, Chicago, Los Angeles, utána az ugye áthidalva ezt az Atlanti-óceáni időzónát jöhetett volna valaki Japánból, és onnan kezdte volna keletről, Ázsiából, Koreából, és mindenhol lett volna hozzáadott érték ennek a stúdió. Tehát arra gondoltunk, most én beszélgettem erről ott a tulajdonosának ennek a applikációnak, aki ezt készített, és az ő ötletéről, hogy ezt töltsük fel. Miért van az, hogy kívánságműsor megy rajta 24 órát, és milyen jó, mindenki meghallgathatja az Eddát, és ezt, és azt, ami jó, és legyen is. Csak hogy a 24 órából legyenek benne blokkok, amiket a... De ez egy nagyon jó ötlet, és ez miért állt meg, vagy miért lett annyi? Mert többet nem jöttél. Nem volt kivel beszélgessek. Hát én New Yorkban nem ismertem egy rádiós se, úgyhogy nekem is nagy öröm volt, hogy téged ott láthattalak, meg megismertelek, csak utána ugye ez elkopott, ez az egész dolog, de hogy hol, azt meg nem mondom neked. És ez még működik egyébként? Maga az app, ezután a műsor után megnézhetjük. Jó. De nem tudom, megmondom én sem, hogy Lórival még ritkábban szoktam beszélgetni, de én nem tudom, ő a fejlesztésben, tehát itt volt egy fejlesztés része, hogy megvan az a hozzáférés, megvan az applikáció, és meg is beszéltük, hogy hát miért ne tölthetnénk fel ezt műsor anyaggal, akkor utána ehhez kellett volna szervezni ugyebár az amerikai magyarságot is, mert gondoltam, akkor indulhatott volna, de ez, magyar vagyok, tehát azt hiszem az volt a neve, tehát ezért gondoltam azt, hogy akár a külföldi magyarság tölthette volna be ezt a hálót, tehát a magyar vagyok oldalát, vagy ezt a hullám, még azt sem mondom, hogy hullámsávot, de mondjuk igen, egy digitális hullámsávját, és azt hát ez volt az ötlet, de hát ez sajnálom. Nem mentünk akkor idáig. Ebben is én vagyok a Bibis. Nem mentünk idáig, igen. 24 éve vagy itt, Ákos? Vagy már több? Igen. Több? Hát számolom, 99. április 16, azt tudom. Az jó, ez egy kellemes időszak. Te láttál itt mindent, amit lehet, az aljától a csúcsig, nem? Próbáltuk. Én azt mondom, hogy itt az Amerikában, amikor én érkeztem, akkor azt éreztem, tehát turistaként érkeztem, és turista is voltam 2 évig. Tehát, hogy a várost imádtam, minden szegletét bejárni. Az volt a jó, hogy egy... Ugye akkor még voltak ilyen tokenek is, tehát tokennel lehetett menni, nagyon olcsó volt, $1 volt, vagy 99-et van, nem emlékszem, egy út. Vettünk egy bérletet, egy heti bérletet, és nagyon keveset munkával, kevés munkával, és hamar végezve az volt a szórakozás, hogy mindig máshol feljönni az alagútból, vagy a sötétből, a metroméről, és akkor mindig egy más részt, egy új vidéket, egy új városrészt felfedezni. Úgyhogy nekem 2 évig biztos tartott ez a New York varázs. Most már nem. Hát most már annyira nem, hogy el is költöztünk családdal, de a New York város az véget ért valamikor. Már igen. Na, komoly problémát okozott az, hogy 2007-ben találkoztam Bombera Krisztinával, aki a Magyar Televíziónak a tudósítójaként jött ide New Yorkba, és akkor ő neki néha szólnia kellett, hogy figyelj, Ákos, most jön, és mondom, mi? Minden New York nekem. De ő New Yorkot szerette volna megmutatni ugye a nézőknek, én meg bentről nehezebben láttam az érdekességét a New Yorknak, mert nem vettem észre az utca jeleneteket, vagy akár a rendőrautók fényét, meg a tűzoltók varázsát sem, meg máshogy kezeljük, igen, hogyha itt vagy napi szinten benne, életvitelszerű, igen, akkor ugye elmegy, mert megszokod, és elmész mellette. Így van. Ja. Egy kicsit beszéljünk már arról, hogy te honnan jöttél, mit akartál nagykorodban csinálni, mik voltak az első lépések? Hát Kazincbarcikára jöttem, sokszor azt mondtam, hogy kalandvágyból, de aztán meghiúsult ez a dolog, mert sokan kalandvágyból otthon maradtak. Úgyhogy és az sem volt egy rövid és egyszerű történet. Úgyhogy szerintem igazából nem sokat gondolkoztunk annak idején, én is voltam 22 éves, hanem azt szerettünk volna, hogy valamit látni, érezni, és miért pont Amerika? Hát, nagyon véletlenül. Egy barátom Izraelben volt, vonaton Intercity-n Budapest-Miskolc között találkoztam egy másik barátommal, és az mondta, hogy ó, tudtad, hogy itt hazajött Izraelből, és holnap után megy New Yorkba, és mondom, nem mondod.
És akkor tényleg, és akkor gyorsan feljöttem, hogy figyelj, tehát akkor én is odaférek, és akkor pont befértem be a csapatba, és hirtelen jöttünk és mentünk. Jó, ez jó nagy válog, jó nagy falat volt azért. Így van. Így belekezdeni, előtte nem is voltál. Ne, voltam, előtte Kanadában, igen, előtte már volt. Egy érdekes történet volt, volt egy csereprogram Magyarországon, ahol kanadai diákok jöttek, és helyettük fél évre, 6 hónapra magyar diákok mentek el a Kanadába. És egy ilyen program során egy native amerikai indián csajjal megismerkedtem, Jenniferrel. Hát még azt sem mondom, hogy Kazincbarcikán, hanem egy vidéki diszkó parkolójában. És ami érdekes volt, hogy az utolsó, neki is az utolsó 2 hete volt igazából ebből az egész 6 hónapban, de jó barátság szövődött, és tartottuk a kapcsolatot, leveleztünk egymással, ő meglátogatott, és akkor egyszer csak meglátogattuk többen. Kazincbarcikát többen ismerték, én kevésbé, de meglátogattuk 3 fiúk Kanadában, és akkor volt egy kanadai, az volt az első ilyen amerikai utazásunk Kanadában. És hogy tetszett Kanada? Nagyon jó volt, átjöttünk, de csak annyi, hogy Buffalo-ba átsétáltuk a hídon, tehát ilyen rövid látogatás volt. Mi még Chicagóban is jártunk, de Windsorból meg Chicagóba mentünk át, tehát volt ilyen pici határváros nézések voltak, ízlegetés az amerikai járatból. De mint Kanada, hogy tetszett? Kanada csendes volt. Nagyon szép volt a természet. Mint a filmekben, ha valaki kíváncsi nézze. Igen, de igen, nem az, amire számítottunk. És akkor finom voltál is nőies. Jó, igen. De egyébként nagyon jó rádiós hangod van, nem Péter? És én azt szeretném kérdezni, hogy igen. És nem csak, hogy rádiós hangja van, hanem nem kell beszéltetni, hogy ugyanúgy normálisan tolja magából. Igen. De majd a konyhában úgyis elmondja a lényeget. Ja. Most az szokott lenni, hogy jönnek a vendégek, hogy beszélgetünk egy jót, fölvesszük, kimegyünk a konyhába, és ott tolják el az igazi sztorikat. És ott meg kéne ismételni. És nem, arra azt beszéltük a Péterrel, hogy lehet, hogy veszünk kintre is kamerákat, és fölveszik titokba. Csak hát ugye ott olyan információkat, dolgokat mesélnek el, amit igazából nem is szeretnének. Nem is akarták, de azért eltolják. Na jó, Kanada, és akkor utána vissza Magyarország? Igen. Vissza Magyarország. Ja. Úgy összevesztünk a barátaimmal, hogy már haza se akartak vinni Budapestről a repülőtérről, de ilyen sok érzelemtől nem mentes út volt ez az egész, úgyhogy mind baráti kapcsolatokban, mind mindenben. És akkor az megszakadott a kapcsolat velük? Nem mindenkivel tartom a kapcsolatot, mindenkivel. Hasúlyó János volt egyébként, aki az egyik személy, aki velünk volt. Ő mai napig Los Angelesből, úgyhogy azért mondom, hogy ez egy... De várjál, mert én ugye a Jánost úgy ismertem meg, hogy nem tudom, ilyen média által. Uh-huh. És hogy ő is ugye operatőr, meg így film, meg bla bla. Egyszer látok egy videóklipet, hogy ő dobol benne. És akkor még nem volt ez az AI, és mondom, na ne, írok neki, hogy figyelj, ezt jól látod? És azt mondja, hogy igen, mit? Hát, hogy te dobolsz a zenekarban? Azt mondja, persze. Te nem tudtam. Memory Band, Ózdi csapatban játszott, utána Kazincbarcikán. Durran. És utána pedig a Miskolci, már idefelé beszélgettünk az autóban, és beszélgettünk, igen. Ugye, merre, mi a zenekarnak. Várjál, segítsek. Booty time. Na jó, akkor rajtad a fülhallgató, szóval fogod hallani te is, és itt vagyunk. Nem tudom. Igen, itt vagyunk. Ja, ez igen. Amikor elmondja, ez a Booty Time, ez akár milyen zenekar. Disco Express, vagy nem? Az ott van, nézd meg. Csak nincs. Ja, igen. De lesz. Tessék. A Booty Time. Az a Booty Time, az énekesükkel azzal a fehér ez nagyon halkan szól. Nem tudom, hogy miért szól ilyen halkan, de nem baj. Na és akkor kézzel a hasonló, és akkor mondom, most mit csinálsz? Azt mondom, éppen a hajó vagyok, és várom az új Barbie-nak, akkor dobták föl Netflixen, vagy valahol, és azt akarja nézni. Mondom, ez mekkora, figyelj, nagyon laza vagy, és én ezt nem, annyit beszélgettünk már, meg minden, de soha nem mondta, hogy ő zenél. Vagy egész életében, az volt az első szerintem a dobolás számára. Nagyon sok közös barátaink vannak, zenész barátaink, Kazincbarcikán, Miskolcon, Egerben, meg mindenhol máshol. Na, ennyit a hasonlóról, de majd egyszer reméljük, ő is lesz már a vendégünk, hanem akkor mi megyünk le Los Angelesbe, nem Péter?
Arról volt szó, a Kazincz Marci, persze, hogy volt szó, de most itt az együttes, a Disco Expressről, az arról szerettem volna egy kicsit hallani, mert én először úgy kérdeztem meg, hogy te ismered a Denis, mert ő a nagy Kazincz barcelonai. De nem, igen. Mert mivel, hogy ő egy kicsit fiatalabb nálad, de... Igen, emiatt valószínűleg, hogy mikor én 22 voltam, ő 15, és még nem sikerült a kocsmában összefutunk, de máshol sem. Ja. És a azt más, tudod, nem, és tudom, nem egy téren laktunk. Azt ja, nem már, egy megnéztem, hogy hol lakott, mondom, mert legalább a térről talán is lehet valaki. Ott a kis ABC mellett. Igen. Csak nem. A, tudod, meséltem neked, hogy egyszer kaptunk a általános iskolában egy új osztálytársnőt, uh-huh. és Kazincz Barcikáról jött, azt nem tudom, emlékszel rá, én akkor is mondtam neked, de majd adáson kívül elmondom a nevét. És ráadásul az összes fiú szerelmes volt ebbe a csajszba, mert egy nagyon helyes, nagyon okos kislány volt. Hát ugye persze ez volt, mint a negyedik, ötödikesek lettünk általánosban. De hát nem is kell mondanom, hogy kivitte el a pálmát, ugye Patkos Attila. Nem, és annyira is azóta... Szegeden? Tessék? Ez Szegeden? Nem, Hódmezővásárhely. Hódmezővásárhely. Én ott születtem. Hmm. Meg oda jártam, ott jártam suliba, és ott, fú, a mai napig emlékszem a nevére, és így megvan az arca is, hogy milyen, hogy de jó lenne egyszer vele találkozni. De teljesen lényegtelen csak az, hogy Kazincz Barcika. Kisvörös halon lesz? Nem, tudja. Persze, hogy tudja. Nekem volt egy siófokiai nyaraim is, ahonnan viszont ott az embereket úgy ismertem meg, én ott a siófokon a Petőfi sétányon dolgoztam, és úgy ömlöttek az emberek barátkozni velem, de nem miattam, mert akik meglátogattak az Kazincz Barcikai lányok, azokra mindenki vevő volt országszerte, úgyhogy utána ezeket a kapcsolatokat szőtték tovább Kazincz Barcikára, hogy eljuthassanak. Ott kérlek szépen, Kazincz Barcikán van valami, történt szép, valami, igen. Szép lányok vannak ott, valamilyen külső behatás, nem tudom. Mindenképpen. De, igen, és akkor utána egyszer elindultak ide Amerikába, és minden tökéletes, belecsöppentél a jóba. Már megérkeztünk, igen. Hát a jó az körülbelül úgy nézett ki, hogy Peti barátunk az már itt volt kemény két hónapja, tehát a Jani az hozzá készült. Uh-huh. Tehát, hogy tudott minden. És rögtön még, hogy ne egyedül jöjjön, Izraelből akivel kim volt egy másik Pétert, és engem hozott magával, úgyhogy már rögtön nagy lett a csapat, úgyhogy egy Kazincz Barcikai bandát is tudhatunk magunkért, mert mi itt összeszedtünk még egy pár Kazincz Barcikai, de ahogy érkeztünk, azért az úgy ez fájdalmas volt, mert hát mindenkinek van egy amerikai álom, és azt arra emlékszem, hogy a végén kiderült aznap este, hogy melyik apartmanba érkezünk, és gyöngyösiek laktak felettünk, akiknek ez volt egy nagy update, hogy felmentek egy emelettel, na de mi a helyükre mentünk a basementbe. Uh-huh. És arra emlékszem, hogy körülbelül a basementnek volt külön bejárat, tehát be lehetett menni fent, a lépcsőről fel és le a basementbe, de nekünk a külön bejárati ajtunk az két szemetes féltolásával volt egy ajtó a háta mögött, és ott kellett bejutnunk, úgyhogy nem volt egy lányálom, de egy három hónapot kiúsztunk ott, és utána tovább álltunk. Igen, ez egyik otthon egy kicsit megdöbbentő, hogyha azt kérdezik, hogy hol laktok basementben, tehát hogy ez itt valahogy egy kicsit bevált. Tehát itt működik ez a sztori, nagyon-nagyon sokan ugye Brooklynban is, itt is, ezen a részen is basementben nyomják, de nagyon jól megcsinálják. Tehát nem tudom, hogy otthon milyenek vannak, ott soha nem voltam ilyen basement lakásban. Igen, de ez nem volt a jó. Tehát, ez nem volt a jó. Ez tényleg az volt, hogy ott ugye négyen voltunk, és akkor volt két matrasz ledobva így, ott meg volt egy konyha, és akkor felejtsd is el tovább. Uh-huh. Nem. De valahol muszáj elkezdeni. Hát persze, igazából rossz hangulatot nem okozott, mert ugye Amerikában voltunk, és akkor végre megérkeztünk, végre volt hol lehajtani a fejünket, jobban lettünk az arab delissel, mindenki ismert minket az utcában nagyon hamar, úgyhogy uh-huh. így ja, ismerkedtünk a mosodában, mert ugye bár ott csatlakoztál, vagy ott találkoztál legelsőnek emberekkel, akik itt élnek, és akkor ez így gyorsan ment. Igen, a mosás az nálunk változatlanul így van, ugye van egy központi mosoda kint a főutcán, oda hordja mindenki, és ott mindenkivel találkozik egy idő előtt. Sőt, tanulsz is, mert az a zsák, amiben viszik a ruhát, például nekem a szomszéd kisrác, a Marci mutatta meg, hogy ő azt is kimossa, tehát akkor nem kell hazahozni. Ez mekkora, mert ugye én mindig azon, hogy kiszedtem, és hordtam haza, mert ugye kocsival adatolom, de már kocsit nem hozom el, hozom a zsákot, és mutatja, mondom, ez mekkora, mondom a páronnak, figyelj, ezt ki kell mosni ezután, és nem kell hordani. Na, ilyen technikákat tanul meg az ember. Igen, még ilyenek, hogy postázsák, mert akkor még volt postázsák, uh-huh. az ilyen kosarak vannak minden, és még azokat hoztuk el, vettük el az utcáról, és azokba tettük a... Most meg egyébként tudod nálam mi a sláger, az amazonosok a húzós nagy dobozt így húzzák,
és egyszerűen fogja meg a körbenéz, és elenged, és elmegy. És ott hagyja, és kézzel kezdem összegyűjteni, már van vagy 20 darab legalább. És az ő kosarejtja. Igen, és abba pakolom a cuccaimat, mert ugye az alja elkopik, de van egy alsó réteg, amit így lehajtanak, és akkor kész, nem látszódnak a lyukak, és már tudod is használni. Mi van, Péter, nagyon meg vagy zuhanva életem. New York. De én itt laktam 17 évig. Szomszédodban. Igen. Tehát persze, nekem ez volt a valóság. Tehát amikor elköltöztünk onnan a basementből, abból a pincelséből, akkor utána Bridgewood volt a következő, Myrtle Avenue, Seneca sarka. Tehát azért hát mondom, ez nem hogy ez ilyen 5 perc járás. Mi szeretünk itt lakni, főleg azért, mert olaszok, lengyelek vannak, a lengyel szomszédaink iszonyatosan jó arcok. Egyszer segítettem az egyiknek, mikor betulatott az autójába a parkolt, itt volt egy revelős kismotor, arrébb rántottam, csinált minden hangot. De azt minden... akartam mondani, hogy sikítozott. De be tudott állni, és attól kezdve best vagyok náluk, érted? Meg a Judit is, hát ez hibátlan, imádjuk. De egy nagyon kelet-európai hely, az... úgyhogy én is szerettem itt utána a Foresten, a szerbek és horvátok, meg nem tudom kik lakják ott a Balkán. Ugyanazt csinálják, mint otthon. Na igen, figyelj, és egyébként otthon, bocs, ugorjunk pillanatra vissza, ott a tévésztél, városi tévésztél? Igen, igen. Tehát ott már benne voltál így a médiában. Igen, a technikumban jártam, és akkor ott volt egy rádió, költöztették a helyi rádiót, a Kazinbalcikai rádiót, Top rádiót, és akkor ott megismerkedtem a rádiósokkal, úgy indult, és akkor a rádió és tévé között egy nagyon közeli kapcsolat volt, ott műsorvezetői és technikai szinten is, azokból verődött össze a rádiós csapat, tehát a már meglévő televíziósból, és akkor így volt egy olyan átjárás, amiből ugye a televízió az érdekelt engem, és csináltunk egy, hát egy zenei műsort egyébként, Csiszár Jenőnek a Apukám világára ráhúzva, egy borsodi valósággal Kazincbarcikám. Ezt nem is tudtam. Így van, és akkor abból indult az egész, az egy saját gyártási műsor lett egyébként, saját menedzsmenttel, és abból indult végülis az összes, mondjuk így televíziós rálátásom, vagy a gyakorlatom, amit ott abban, egy két évig csináltuk azt a műsort, 18-19 voltam körülbelül akkor, és akkor az jelentett egy ilyen ugrást. Te mindig a kamera mögött voltál? Én mindig a kamera mögött voltam. Tehát soha nem voltál előtte, hogy egy kicsit fölkonfozni? Nem, volt műsorvezetőnk, volt erre más. És akkor ez így megmaradt benned a technika, és akkor ugorjunk vissza Amerikába. És most is nagyon kényelmes vagyok a kamera mögött, mert mondjuk azt, hogy mai napig egyébként külső beszállítói vagyok a Magyar Televíziónak. Nagyot ugrottunk, de ez még a 2007-ből jött, amikor a Bombera Krisztina ide költözött. De hogyha fel akarom vezetni az egészet, ott volt még előtte egy jó pár év, amit úgy tapogattuk, hogy mit kellene csinálni, mit lehet. Tehát itt abban az időszakban akár a postástól kezdve, újságkihordóig mit csináltunk, ugye éttermek, az egy megközelíthető, hogy éttermekben felszolgálni. Én nem elvégeztem egy bartender iskolát, hogy majd akkor oda bekerülök. De hát onnan kihalásos. A férfiak azok kihalásos pont tudnak bejutni, a nők meg szerintem egy melbeadulásos rögtön bekerülni. Illetve amikor már terhesek lesznek, akkor utána azért esnek ki. Igen, igen, de akkor jön valaki melbeadulással rögtön, vagy három is helyére. Mert akkoriban számoltam, hogy ilyen egy éjszaka biztos, hogy 300 tippet össze lehet szedni, akkoriban. Tehát az manapság... 300 dollárt? Persze, manapság meg én beszéltem jó helyen emberekkel, akik 900 ezer, tehát az a jó jatt, vagy tip, vagy nem tudom. Az kemény azért, és hát naponta? Igen. Hát igen, naponta, igen. Wow, jó, de azért nem kell irigyelni őket, mert azért nem. Ők ott vannak a végéig. Utána végéig, meg egy... igen, igen, meg mindenkivel mindent is. Tegnap voltam kint a Rónaival. Mennyi tippet adtam? De nem az Egonnal. Nem az Egonnal, hanem igen. A Péterrel. Igen. Üdvözlöm minden is. Igen, üdvözlünk. Elmentünk először egy étterembe. Uh-huh. Ott nem láttam, hogy milyen tippöket adott, de ő mindig, ő nagy lelkű. Uh-huh. Utána menjünk el egy bárba. Elmentünk egy bárba, utána van egy tök ilyen kis klub, menjünk el egy klubba. Az lett volna a neve, hogy The Box. Uh-huh. Lementünk, de véletlenül egy másikba mentünk be, de ez az amerikai klubokat úgy kell elképzelni, tudod, hogy ugyanúgy, mint a filmekben állsz elől, és fekete bőrű. Igen. Igen. Fek az rövidítés. Igen, az rövidítés. És nem rossz szó. Igen. Ott van, és mondja, te bejössz, te nem jöhetsz be. És téged beengedtek? Ha vannak, tudod, lányokat általában, jó lányokat általában beengedik, tudod. Előre? De a fiúkat nem. Igen.
Ott voltunk a... Őt már ismerték, fogadjunk. Igen, nem. Nem? Nem. A Rónaival az volt a lényeg, hogy odament, és akkor emeljük, és akkor lát, én ott állok hátul, mint egy izé, és ő meg elkezdi beszélni, aztán látom, hogy adott neki $500, és úgy engedtek be. Azt a kemény. Ez még mindig létezik akkor. Igen, de várjál. Mentem volna, igen. Nem is az a poén. Bemegyünk, mondom, akkor én elmegyek vécére, jövök ki a vécére, azt mondja, azok rossz helyen vagyunk. Hát nem ez a box, hanem a másik. És akkor... Visszakérte. Ott, és egy, nem. Egyel arrébb vagyunk, egy ajtóval arrébb, és 20 méterrel arrébb, ez úgy lehet elkezdeni, mint a haligalit és a rendezvút, 20 méterrel arrébb, és ott is állnak, és azt mondja, oda már nehezebb lesz, mindenki mondta, itt is nehéz volt bejutni, itt is kellett vagy fél órát várni, vagy menni, és akkor oda, azt mondja, oda nehezebb lesz bejutni, szóval ott nem látom, hogy mennyit ad, de ugyanúgy elment, az ember azt mondja, oké, állj a sor végére. Akkor állok ott, állunk ott, akkor várja, visszamegyek, oda előre megy, megint beszél egy kicsit. Megint. Szóval, oké, ti ketten bejöttek, nem tudom mennyit adott, de gondolom, ha másik ilyen 500-at, akkor itt nem tudom mennyit, szóval ez az éjszaka. De ez lényegtelen. És milyen volt bent? Oké, az első hely... Megérte? Abszolút nem. Legalábbis nekem is. Elmondom miért. Még lehet, hogy azért, mert már én vén idős vagyok. Az első hely az még úgy, hogy jó volt, mert ment ilyen puca-puca zenet, tudod, ilyen ház, meg minden, az jó. Az úgy, hogy azt mondom, hogy az egy jó volt. Ez a másik hely, ezt úgy, hogy ilyen élő szexshow-k voltak, szóval volt a színpad, ilyen új rapzenék mentek, ilyen Cardi B, ez meg az, és közben meg valami vén nő, valami 70 éves nő, műcicikkel levetkőzött? Mesztelenül, és valami műbránerrel, vagy valami, vagy férfi volt, nem tudom, hogy volt mind a kettőnek ilyen, mert én messziről láttam. Aha, tudjuk, persze. De én ránéztem, és mondom, na mondom. Azt mondta neked a Rónai, figyelj, itt egy 500-as dobál neki százasokba, és dobáltad, és elájultál, akkora volt neki. De mondom, én nem tudom, hogy mert messziről láttam, hogy ez egy férfi lehetette, vagy egy nő. Azt tudom, hogy volt cici, akkor ott volt valami ilyen tizedes vesző. Ilyen 20 centis ilyen hurkót lebegett. Aha. De tényleg messzi. De jó parti volt. Én azt mondtam, hogy amikor ezt megláttam, akkor azt mondom, hát inkább ne. Szerintem még az idős vagyok. Ákos, te voltál ilyen helyen? Na, most felevelettek egyébként az első időszak, az első 7 évnek a, mert akkor tényleg arról szólt, hogy mindent megismerni, napközben mindenhol feljönni a metró aludból, de hát este meg bemenni a városba, és az éjszakával felgetek be. Úgyhogy nekünk volt tényleg olyan, hogy azt mondtuk, hogy feküdtünk a párnán, és azt mondtuk, na figyeljetek, itt vagyunk New Yorkban, mit keresünk itt? Ha nem volt pénzünk, kimentünk a Times-re, és néztük a hömpölygő tömeget, hogy úristen, a világ minden részét. Itt áramlanak az emberek előttünk. Tehát volt olyan elszórakozásunk is, hogy semmi másban nem volt, csak kiültünk és dumágattunk, iszogattunk akár, vagy valami. Persze csak egy ilyen papírzacskóban. De az éjszak az mindenképpen, hát voltunk fiatalok bőven, úgyhogy mindig más szórakozó helyre. És akkor voltak ezek a nagyon nagyon, nagyon puccos helyek, amikről most a Péter mesélt, hogy ezekbe hogy bejutni és kivel bejutni, mert igazából mindig ismerni kellett valakit. De volt ott is szerencsénk, persze voltak ott. A magyarok azért minden lébekanál áll, úgyhogy olyan nemzet, hogy vagy benn dolgozott valaki, aki be tudott vinni, vagy valaki oda járt, aki ki tudott jönni értünk, mert már benn volt. Úgyhogy... Ilyen volt a Webster Hall, meg a Limelight, ugye? Igen. És akkor még, amikor még ilyen fiatal voltam, még 93 körül, meg 94, és akkor azt mondja, na, én akkor meg én csak össze. Akkor még ezt nem tudtam, ezt az $500, meg nem is volt arra szedem. Be se fizettél, persze. Nem sem. Szóval. Mi is valahogy mindig bejutottunk, de egyébként a környékben ez a Westfornak a környéke is, ahova mi nagyon sokat járogattunk, ott, de ott ugye beugrik az ember olyanba is, hogy emlékszem rá, volt ilyen időszak, hogy bementünk egy bárba, ben voltunk, néznek az emberek, nem mindenkül a bárpultnál ültünk, megintünk egy sört, kimentünk egy cigire, megyünk, nézünk, cigizünk, kifelé néznek az emberek. Azt mondjuk, hogy hívják, volt egy leszbi bár volt. Voltak ott egy hosszú hajúak, de hogy ott férfi ruhában, meg női ruhában is voltak ott, tehát abszolút nem tűnt fel, hogy ott valahol máshol lennénk, de aztán jót mosolyogtak, mikor már mi is kitaláltuk ezt, hogy mi van itt, de még bementünk fizetni, köszönni, de ez nem az a hely. Úgyhogy,
De hát ugye most itt ez a New York éjszak azért változott akkor át, hogy itt most már tényleg mindenféle fajta ember előbukkan, és tehát most már nem ilyen kaland, tehát azért itt tényleg találkozom mindenfélével, nem Péter? Tehát, hogy most már nem döbbenünk meg úgy egy-egy bárban, hogy bejön egy fiatalember miniszoknyába és ekkora cicivel, hanem ugye ezt elfogadod, ez van, főleg itt New Yorkban. Azt hittem, hogy másról akarsz beszélni, mert ott állok a sorba, és ott is egy ilyen nemzetközi dolog van. Egy gyerek elkezd hozzám franciául beszélni, uh-huh. A másik az pedig ilyen a másik meg ilyen angolul, úgy mert hogy angol-angol, eljél, uh-huh. És akkor honnan jött a Manchesterből? Uh-huh. A másik az francia, és akkor ide nyújtja a kezét így, és mondom, nem tudom, mit akarsz. Mondom, nem tudom, mit akart. Uh-huh. Pénzt adjak neki, vagy akkor utána állok, várok az Uberre, akkor oda jön a gyerek hozzám, hogy tudod, kis izé, kokain, máli van nálam? Nem kell közösszük. Látod, igen. Ilyennek láttak téged. Ja. Nagy fogyasztónak. Potenciális sövő. Igen, ja, tehát ez nagy heftivel felszippantja. Ez kell nekünk, adjunk el. Na jó, Ákos. Igen, tehát, és ugye abból maradtunk, hogy Kazanész Barckán ugye ez a tévéműsor, és közben itt is azért bontogatod a szárnyaidat. És hogy jött ez a bombaraklisztás történet, ami elég jó azért, nem? Jó. Egy ilyen szintű ember ide csöppen, igen. És megtalált téged, ismerted előtte is? Nem. Csak itt volt az ismerkedés? Képzeld el, nagyon érdekes volt, hogy ugye próbáltuk ezt, tehát csináltam ezt a Manhattani kábeltelevíziós adást, tehát mindenki tudta emiatt, hogy televízióval vagy valamivel foglalkozok. Tehát ahogy te gondoltál valami nagyot, mindenki gondolhat nagyot. És dokumentumfilmet készített két hölgy. Az egyik a Mohy Mária volt, nem tudom, hogy valaha uh-huh. Találkoztatok vele, és akkor ők hívtak meg forgatni az ő saját dokumentumfilmjükbe, tehát pár részletet együtt csináltunk, készítettünk, és ő említette, hogy tudok-e róla, hogy a Bombera Krisztina jön ide, több évre tervez, és ő lesz egy ilyen külső Amerika hangja lesz végül is a magyar televízióban. Hú, mondom, nem tudtam ilyen koncepcióra, mert ez úgy New Yorkban nem volt erről szó ezelőtt. És hát mondtam, hogy akkor rögtön hozzon össze, és mondta, hogy jó, csak hogy hát ez meg az, meg hogy hát nem biztos, hogy rád gondoltak, meg minden, mondom, nem baj, minden mehet, meg én bármit is tudhatok, meg tudok is. És akkor nem vártam meg, tehát láttam Marikán, hogy nem annyira tolja a szekeremet, úgyhogy gondoltam, hogy elkezdem én húzni a sajátomét, és akkor képzeld, olyan egyszerű volt a internet, hogy bejöttem, hogy Bombera Krisztina e-mail, és kiadott egy e-mailt. Uh-huh. Kértem, hogy szia Krisztina, épp most hallottam a Mohy Maritól, hogy jössz ki, operatőt keresel, hát itt vagyok. És akkor biztos, hogy 24 órán belül jött egy válasz, hogy figyelj, akkor találkozunk szerdán, azt tudom, hogy könyvesboltban, mi volt az a könyvesbolt? Egy lánc alatt már nem nagyon van, nem tudom, egy könyvesboltban találkoztunk. Barnes & Noble. Igen, mondta, hogy Brooklynban ebbe és ebbe a Barnes & Noble-ban. Oda mentél és kész. Oda mentem. Ez mint a filmekben. Helyen szimpatikus gyerek. Mit akarsz? Ezt akarsz? Te mit akarsz? Ezt akarsz? Összehoztuk, és akkor megbeszéltük. Kijött Magyarországról, azt tudom, akkor a Magyar Televíziónak a fő képi szerkesztő, aki aki ezzel foglalkozott, és aki a beállításokat és mindent szépen elmondott, hogy mik azok a konkrét dolgok, amiket ők várnak. Tehát volt egy ilyen egyhetes ilyen betanulási időszakom, és akkor ő volt a főoperatőr, és akkor ők együtt felépítettük akár a hátteret, meg mindent, mert ugyanúgy, mint a stúdiót, hogy ti felépítettek, az ott is volt egy belső esőre egy stúdió, tehát azt megcsináltuk a hét alatt, és elindult az egész. Hát ez fantasztikus. Hát. Azért nagyon jó egyébként, hogy mondod, mert minden vendégünktől várunk egy szót, egy mondatot, ami esetleg valakinek fölkeltheti az érdeklődését, egy ilyen kis energiát küldünk neki. Uh-huh. És ugyanez volt például az Olczer Jánosnál is, hogy kiment Németországba, hova ment ki, melyik városba? Elfelejtettem. Mindegy, és képzeld el, hogy a találkozott magyarokkal, mondta, hogy nem pénzt kérek tőle, hogy tudtok-e valamiben segíteni. Igen, tudunk, ott a keresztény templomban ott mindig adnak vizet, meg kenyeret, meg kis kaját, meg. De jó, és megy oda a templomhoz, akkor legalább tudjon enni, és képzeld el, ki volt írva, hogy ich lamudi klauf, nem beszélhet németül se, uh-huh. És egy újság, és ott volt egy magyar név, és így nézi a magyar, becsöngetek, és becsönget, ő se beszélt németül, és kijött egy magyar, és mondja, hogy ez az újság,
40 éve van itt, de még soha egyetlen magyar nem csöngetett be, és te mit szeretnél? Én újságíró szeretnék, ha föl vagy véve. De beszélsz németül? Nem. Oké, föl vagy véve. És már másnap ott kezdett, képzeld el. A német, és ugyanez van nálad is, hogy ugye írtál a Bombara Krisztiának, hogy figyelj, én itt vagyok, kész. Igen, igen, találkoztunk, és akkor tényleg a következő héten, nem tudom, hogy hazamente vagy, de aztán már mindent elkezdtünk szervezni, és akkor ment. Az egész egyébként volt másik választottjuk is, és volt három jelenkező, de valamelyik az volt a baj, hogy tanult, a másikkal az volt a baj, hogy óriási nagy filmes álmai voltak, tehát ő nem akart egy híradós dolgot forgatni. Hát én meg persze a Kábel TV után nagyon jó volt nekem a Magyar Televízió egyes csatornáján heti három rendszeresség, vagy négyel valami anyagot küldeni. Ez tök jó. Ez elég sűrű év volt egyébként. Utána jöttek a választások. Még sűrűbb, még több helyre jutottunk együtt. Ő ugye a Kriszta az mindent kitaposott, tehát minden helyet, időpontot, nagyon rátermett és nagyon belevaló riporter volt. Tehát az akkor a fénypontja volt, vagy fény, egy fantasztikus aurája volt, és egy számomra egy nagyon szimpatikus nő. Látszott rajta, hogy tudja, hogy mit akar, tehát nem ez a szőke, kék szemű cicamica, hanem ő... Hát van konkrét olyan esetem, tehát nagyon sok mindenre megtanított egyébként a televíziózás és a fellépés kapcsán is. Tehát volt olyan, hogy konkrétan belement az egyik felhőkarcolóba egy repülő, és minket érdekelt a napi hírek, és amihez hozzá tudtunk forgatni. Tehát hiába megjelent egy hírügynökségnél átvételbe, épi vagy bárhol az anyag, ugye nekünk kellett az hozzá, hogy mi is ott vagyunk a helyszínen, és mi is látjuk, és tudunk hozzá még plusz anyagot is gyűjteni. És akkor oda sétálunk. Azt hiszem, valahogy a 70-80-as utcánál történt ez az Aperiszerben ez az eset, hogy egy kis repülő beleszállt a toronyházba, és akkor hát oda megyünk, és rögtön kiderült, hogy se parkolni nem tudok, utána kiderült, hogy bejutni se tudunk, utána kiderült, hogy hát ide nem is várnak, nem hogy sajtót nem várnak, hát próbálnak mindenkit minél távolabb tartani. Na, Kriszta azt mondta, hogy jó, nem kell foglalkozni, azt itt megyek be, te csak ugyanúgy senkinek a szemében ne nézél, fölfelé nézél, és tud, hogy hova mész. Nem mondod. És bement. Ott láttam, hát akkor én nekem is most mit csinálok én itt, úgyhogy ugyanazzal a határozott persze lépésekkel, és tényleg senki nem kérdezte meg. Amíg kérdezted, addig sosem engedtek be, de amikor tudták, hogy te odavaló vagy gondolhatták volna abban a határozottságban, akkor már nem, úgyhogy elmentem, megcsináltuk az anyagot, és kész. De jó. Ja. Milyen sztorik vannak még vele? Péter, hát, utána te jössz. Hát van még olyan is, hogy egyébként havarom, mert utána minden barátomnak mondtam, figyelj, mondom, hogyha látsz valamit New Yorkban, úgy gondolod, hogy érdekes lett, hívjál fel, mindegy, hogy 10-ből egyszer kerül be, de majd akkor azt mi eldöntjük, hogy bekerül az anyagba, egyszer hív az egyik havarom, fest a felhőkarcolóban, és azt mondja, Ákos, ahogy festek, láttam, hogy egy repülő leszállt a hazorra. Tehát az volt az eset, mikor... Ja, az mikor, igen, utasszállító. Igen, az utasszállítónak az esete. Uh-huh. De különben ott van ez, amikor az a kis repülőbe leszállt. Igen. Várj, vidd lejjebb a képet, hát látjuk az Ákosékat. Pedig ott állunk a 100%. Aha. Na, tehát Kriszta nincs ott, akkor persze nem. Na, és akkor itt is az volt, hogy akkor, amikor beleszállt, én azt hiszem pont Rockaway Beach-en feküdtem a tengerparton, tehát hogy pont nem voltam rákészülve arra, hogy forgatni fogunk, de Krisztát felírtam, ő már pont tudott az esetről, bejöttük az autóba, és az volt a baj, hogy mire kikötötte, tehát kihúzták a hajót, addigra értünk oda, tehát már mi downtown déli, Manhattan déli részén tudtuk elkapni ezt a pontot, nem a legérdekesebbnél, na, és a legérdekesebb dolog az már mindenkinek meg volt, úgyis a nemzetközi átvételből, mi hozzáforgattuk a helyi jelent, és akkor ez volt. 7 évig csináltátok együtt? 2 csak. Sajnos. Ja, 2. De hát ez egy 5 éves időszak, vagy 4-5 éves időszakra indult, de volt egy gazdasági válság 2008-ban, ami azt eredményezte, hogy a leglátványosabb dolog az volt Magyarországon, hogy valaki ki New Yorkban költi a Magyar Televízió pénzét. És akkor azt megszüntetjük, elzárjuk. Úgyhogy az csip-csap az utazás, amit lecsaptak. Most mi van a Krisztinával? Lehet, hogy én nem vagyok felkészült, de én most nagyon nem tudok róla semmit. Igen, nem nagyon tudsz felkészülni. A televíziót azt én úgy tudom, a médiát azt teljesen mellékeli, egy jó pár éve azt abba hagyta, és akkor médiával foglalkozik, de inkább céges és alapítványi szinten, és elvállal ilyen Van közben, YouTube-on lehet találni beszélgetés műsorait több témakörben. De azért ez csúcs, Péter. De effektív, szerintem a 80%-át az ilyen magyar műsorok, vagy a magyar, amikor
a magyar műsorban kérnek meg egy operatúrt, akkor New Yorkban 80%-a az te vagy, úgyhogy téged hívnak, meg, hát ki, gondolom, ki meg, mást? A, meg a Szebeni uh-huh. Tamás. Igen. Ja, így igen. De hát a Tomi ugye adja a hangját is, de hát az Ákos nem csak a igen. kamera mögött. Pedig jó hangod van, apukám, ezt, uh-huh. ezt ki kéne azt használni. Igen. Ezt a, ja, ez. De meg jó a fazonoz is. Ha zenekart akarsz, milyen hangszere játszol? Háttérénekes. De vokálos, tudod? Vokálos. Az voltál a Buti Time-ba. Hát vagy a Disco Express-ben. Hát igen, a Disco Express-szel, Disco Express-szel sokszor léptünk színpadra, de ugye ez egy buli volt. Tehát az egész, nem csak a koncert, az lehet, hogy a bulinak a legmagasabb pontja volt, de előtte, utána is. Tehát én mindig mindenkinek azt mondom, hogy ez tényleg olyan, mint egy film, amit csak nem vágtak meg. Tehát ott voltam minden pillanatban. Szóval milyen érdekes emberekkel csináltál a riportot, mert ahogy olvastam, nagyon sok olyan emberekkel, hogy hoppácska. Hát igen, Krisztával ugye indult az egész, hogy választások voltak, tehát Amerikában, úgyhogy a primary-re mentünk, ott még ugye nem lehetett tudni, hogy ki lesz a befutó, így már akkor is, akkor még emlékszem rá, hogy készítettünk az amerikai New York-i polgármesterrel, Giulianival is például riportot ott, mert akkor még ő is egy induló volt egyébként. És hogy fogadta a magyar televíziót? Tudta ki? Egyáltalán? Hát a Giulian, vagy kinek is? Na, várjál, ez úgy van mindig, hogy... Ez 2008. Ugye ez könnyű, 2008-ban ez egy könnyű dolog volt számomra, mert nekem a képi dolgokért kellett, kép, hangért kellett felelni, tehát tartalmilag én nem feleltem semmiért. Uh-huh. Úgyhogy az volt, hogy mindig megvoltak a szerkesztői utasítások, amiket be kellett tartani, és ez mindig le volt szervezet, de sokszor akkor emlékszem rá, hogy egy olyan struktúrával dolgoztunk, hogy Magyarországról, a Magyar Televízióban az ott dolgozó emberek sokszor leszerveztek interjúkat. Tehát le voltak szervezni. Megkaptuk, hogy hova kell menni, meg voltak a nevek, le voltak adva, hogy mi megyünk oda, és elmentünk, elkészítettük, utána feladtuk. Tehát nagyon technikával küzdöttünk. Tehát a technikai nehézsége 2007-ben az, hogy te egy anyagot átküldjél jó minőségben, hát az igen. Iszonyat volt. Uh-huh. Tehát ma az olyan, mint egy álom, tudod, hogy 5 perc alatt megvan az, amit ott véres verejtékkel nem tudtunk 2 óra alatt felküzdeni, úgy, hogy átmenjen egy upload valahol egy kávéházba, vagy valahol, ahol találtunk egyáltalán internetet. Uh-huh. Úgyhogy mindennel próbálkoztunk, de nagyon-nagyon gyengén szerepeltünk abban, hogy mindig megcsináltuk az anyagot, de őt azzal biztattak a televízióban, hogy soha nem a minőség érdekes. Tehát híradóban mindig a téma, a lényeg, amit ott vagy, hogy hol vagy, és milyen, de hogy mennyire töredezett a kép, és mennyire lett lebutítva a videó, tehát azt ott a híradóban nem tudtuk jobban felhúzni. De most már ez számít, de igazából nevek. Igen, neveket kértél. Tehát tényleg az elnökök, tehát úgy volt, Rózsakertben ott voltunk, mikor bejelentette Bush azt, hogy Magyarország bekerül ebbe az ezt a rendszerbe. Tehát ott nem forgattunk vele, csak mint sajtó jelen voltunk, kiállt ide elénk. Ott voltunk, de nem kérdezhettünk külön kérdéseket, mert több országot jelentett be, és akkor azokat beengedték. De emlékszem rá, hogy például a Fehérházban, a kis kalitkába ott kellett álljak, volt úgy, hogy nem másfél órát, de volt úgy, hogy egy fél órát, órát majdnem ott kellett állnom, míg az átvilágításom megvolt, úgyhogy át voltam világítva, mert le lett adva a nevem, de ugye akkor még nem voltam amerikai állampolgár, ezért sokkal másképpen kezelték, és sokkal nehezebben jutottam be helyekre. Uh-huh. Úgyhogy, de mi az a kis kalika? Iroda? Ahogy bemész a bejáratnál, ott van egy olyan rács sokkal elzárt terület, ahol még se kint nem vagy, már kint sem vagy, de még bent sem vagy. Uh-huh. Tehát ott az van, hogy ott ilyen... Én azért sűrű nem szoktam járni arra, azért kérdezem, hogy milyen megfejtés van. Igen, nekem ott voltak olyan izzasztó pillanatai miatt, mert nem annyi papírt kértek, és akkor ott még kevés volt a bizonyítani való papír dolgaim, amivel könnyen átsúrantam volna azokon a kerítés. Ugye nem is voltam egy kiküldött újságíró, tehát ott kezdődik, tehát nekem nem volt meg az újságíró vízum. Uh-huh. És akkor utána ez úgy nehezedett, ugye. És nem nehezedett. Próbáltok segíteni otthonról? Nem vagy? Tudtak igazából, nem tudtak. Segítettek volna bármiben, de hát ugye tudod, te is tudod, hogy otthonról ide segíteni, tudod, ki tud. Igen, nagy a távolság. Nagy a távolság, igen. Visszafelé már nem annyira. Ja, tehát visszafelé mi könnyebben segítünk otthonéknak, igen. Innen, igen. Úgyhogy, de várjál, még neveket kért. De a Clinton néttől kezdve a férjéig, tehát politikusokból is volt sok, de volt, most halt meg nemrégen az a Kissinger, tehát Kissinger is találkoztam.
fel is csináltunk riportot arra. Obama. Obamával, Obama egyszer rám sétált, tehát az úgy volt, hogy igazából Obamával nem sikerült riportot készíteni, de úgy, hogy egy ugye előválasztások voltak, és akkor, vagy már a választások voltak, és akkor egy egyetemen beálltam azt a sok színes embert forgatni, hogy úristen, milyen rajongásra, és hogy várják az elkövetkezendő, vagy a leendő elnököt, mert nem tudtuk, hogy ő lesz. És akkor kiszállt az autóba, és ki tudta, hogy ő végig pacsizik mindenkivel, és akkor pont felém, és akkor én nekem állandó léptekkel arrébb kellett menni, hogy legalább helyet tudjak neki adni, de mi egy kordonon kívül voltunk ketten. Ugye a közönség az le volt védve egy másik oldalon. És akkor ott veled is pacsizott? Vagy velem nem pacsizott, de engem kellett rögtösni rendesen, hogy arrébb tudjak állni, mert ugye nehéz kamerával még hátrálni is gyakorl a tömegben. És, de most is van kamerád minden felszerelésedben. Persze, és most is van egy, most is kapcsolatban vagyok egyébként a Magyar Televízióval, úgyhogy egy külső beszállítója vagyok, az a titulusom, hogy külső beszállítója vagyok a Magyar Televízióval, ami hivatalos szerződéses viszony. De jó! Ezt látod, ezt nem tudtam. Igen. Tehát bármilyen esemény történik, ami érdekelti a magyarokat. Ez úgy van, hogy ajánlhatom, és ők felkérhetnek. Tehát ebben az van, hogy ha bármi olyan van, amiről ők esetleg nem tudnának, és nekem van, mondjuk van egy listám, hogy milyen magazinműsorok vannak a Magyar Televízión belül, akiknek esetleg a szerkesztőségét érdekelhet, akkor ő velük egyeztethetek, és ők megkérhetnek rá. Tehát mindenképpen szerződés kell, nem szerződés, hanem mindenképpen kell küldenük egy megbízást arra, hogy én az én általam gondolt anyagot azt. De jó, és vannak ilyen anyagok? Vannak, persze, vannak. Legutoljára, ha én bármikor bemegyek New Yorkba, és valamilyen magyar esemény, akkor te mindig ott vagy a kameráddal, és legutóbb ez most volt hétfőn a Magyar Kultúra, vagy akkor január 22-én igen, hétfőn a Magyar Kultúra napján, és bementünk ilyen film bemutatóra, igen, a Liszt Institute által szervezett programra, és persze ott is ott voltál, és nyomtad ezerre. Igen, annak az volt az érdekes, hogy az SFET, ez a Színművészet és Film Akadémia, Magyarországon Egyetemnek két, tehát a két hallgatója adott, bemutatta egy két rövid filmjét, vizsgafilmüket mutatták be, és a Kulturális Intézetnek pedig az volt a lényeg, hogy össze tudta fűzni ezt a kultúra napjával, és ez egy ez megint egy olyan rendelt műsor volt, hogy mit én szerettem volna nekik ajánlani, és biztos voltam benne, hogy már nem kér. Már kaptam talán választ is, hogy köszönjük szépen, de nem kérjük. És akkor aznap, amikor forgatni kellett volna, akkor felhívtak délbe, hogy akkor megyek forgatni, és mondom, hát egy megrendelésre kaptam rá, nagyon szerettem volna megcsinálni, de nem tudom. És mondták, hogy ők is nagyon várják, és valamiért nem ért oda a megrendelő hozzá, vagy nem jó címre küldték, és hogy akkor azt most gyorsan megismételik, és kellene, és mondom, egyetlen egy baj van csak, hogy New Hampshire-ben lesznek előválasztások, és Washingtonból az MT-nek, a Magyar Távirati Irodának a kiküldött tudósítója jön, és hajnal 4-kor fogok vele találkozni. És van egy esti műsor, ez nem éppen a legideálisabb, hogyha az ember ki akarja pihenni magát egy 5 órás utazás előtt, miután nekem kell fölvezetni New Hampshire-be. De végül azt mondtam, hogy jó, akkor valahogy megcsináljuk, úgyhogy mert azt is megcsináltuk. És az le is ment. Tehát ezek a híradós anyagok általában olyanok, hogy nem híradós televíziós, hogy aznap leforgatom, aznap feladom, a reggel a szerkesztő az várja a Magyar Televízióban, mert ugye az időeltolás miatt, a 6 óra miatt ez nem tud szinkronban menni. Igen. Tehát nem tudom felhívni, hogy itt az anyag kész van, ez és az van benne, szóval minden szépen leírok, hogy mi van az anyagban, mit tartalmaz, kivel készítettem riportot. Ők már rákészülnek? Ők rákészülnek, átveszik az anyagot, nekem van könyvtárom náluk, tehát tudják a pontos címemet, hogy hol kell nézni. A Magyar Televízióban a belső könyvtárban ott vagyok, és akkor ők ott hozzáférnek az anyaghoz, amit átküldtem, azt leveszik, és ők vágják egyébként, és ők szinkronizálják. Tehát akkor, hogyha van egy előszinkron, vagy van egy bevezető itt a jelen esetben a Agenda nevű M5-ös kulturális híradóban volt ez az anyag, akkor ők szépen alászinkronizálják, és akkor felvezetik az anyagot, és utána jön a bejátszás. És ott van, hogy operatőr? Nem, Rózsa. Régen kezded ott volt. Hát de miért nem? Tehát, mert már megváltozott a Magyar Televízió struktúrája, régebben ott volt az, hogy szerkesztő, operatőr, és lehetett látni, hogy kikészítettek az anyagot, de körülbelül egy ilyen, szerintem 6-7 évvel ezelőtt ez megszűnt, úgyhogy nem láthatóak a készítők és a kollégák sem.
Lehet olyat kérdezni, hogy hol adott fel ezt a iszonyatos mennyiségű anyagot? Tehát egy Google Drive van át, én ebben mozgolom, primitív vagyok, igen. FTP szerver van nekik, és az FTP keresztül lesz ott. Akkor ez már gyors. Így, nem? Gyors, de képzeld, pont az este szokott lenni szerviz, meg ilyen dolgok, úgyhogy szerintem nem gyors. Tehát amit várnák, hogy sokszor gyors is lehetne, a sokszor pont az éjszaka dolgoznak a technikusok, és akkor gondolom ott a szervert akkor próbálják el, mikor nem használják le. Tehát én meg akkor vagyok időben, hogy itt Amerikában, abban a 6 órában, ami eltolódott, és akkor nekem nem szokott olyan gyors lenni. Adódik a kérdés, hogy ebből élsz most igazából? Nem. Sosem éltem ebből, de volt egy időszakom, egy másfél-két év, amikor próbáltam csak videózásra koncentrálni, csak ilyen anyagokat csinálni, úgyhogy IBM-nek is készítettem ilyen tutorial videókat, de úgy, az ő saját stábjukkal együtt közösen akkor csináltunk nagyon sok mindent. A másik kérdés, ami az én fejemben tehát helyi videókat is adódik, hogy miért nem csinálsz nagy filmet? Vagy akarsz? Vagy kisfilmet. Vagy dokumentumfilmet. De dokumentumfilmekben is szerepeltem, tehát hogyha a Internet Movie Database-en nézed, akkor ott van 2 jegyzett film, de még van legalább 2, ami nem jegyzett, de szerintem még jegyezve lesz, vagy még ott tart. És ezek a filmek általában meghívtak. Az jó. Forgatni. Hát akkor elismerik a munkádat. Ne, igen, de nem saját projekt, hanem bedolgoztál valahol. Ott van. Ez melyik? Ja, igen. Rózsa Ákos, okay. És akkor a Demon Hands 2010-ben, igen. És a Természet IQ-ja, vagy IQ-ja. Igen, mind a kettő nagyon érdekes, igen. De jó, hát ez érdemes megnézni akkor. Igen. Ráklikkelünk. Majd Péter belinkelet, hogy meg tudják a nézők is. Vagy elküldöm a linket, inkább lehet, mert azt hiszem, hogy itt pont közvetlenül nincs feltéve a film, de van linkje. Jó van. Ja. Hogy milyen dolgokat csinál a Rózsa Ákos, ez hihetetlen. Igen. És akkor beszélj, ja igen, mondani akartam valamit. Semmi, nem hogy azért jöttem. A másik nagyon fontos dolog, hogy te ugye itt a magyar közösségben igen erősen mozgolódsz, akár a Magyar Házról beszéljünk, hiszen voltunk egy pár olyan rendezvényen, amit te szerveztél, te csináltál, te voltál az egyik fő mozgató rugója, és azért láttam, hogy ott az ott lévő emberek, hogyha csúnyát mondok, ilyen darabszámra, de azért nagyon sokan képviseltetik önmagukat, tehát nagyon sokan elmennek a különböző rendezvényeidre. Még erre is van energiád ráadásul, a tévézés mellett, igen. Meg a rendes munkád mellett. Majdnem, hogy ebből született minden egyébként. Tehát, hogy a Magyar Házat, az itteni magyarságot meglátva, felismerve, eljutva ugye a kocsmákból, éjszakai szórakozóhelyek állomásaitól a hétvégén esetleg, akár egy magyar templomba, akár egy magyar házba egy programra. Ugye voltak a kép, most emlékeztünk és beszélgettünk barátokkal, és mondták, hogy Úristen Ákos, mi buli után veled vasárnap templomba is jártunk. Tényleg, oda is el kellett jönnötök, és mondták, hogy nem emlékszel rá, de még nem az volt a baj, azt mondta a pap, mikor meglátta, hogy bevonulunk, azt mondja, mindenki az újonoknak be kellett mutatkozni. Azt mondja, és az, hogy elmentünk, az nem fájt annyira, mint hogy azt mondja, ott fölállni, és még ott szerepelni is kellett. Aha. Úgyhogy mondom, már teljesen nem. Ez kiesett. Igen, tehát volt egy pontja valószínűleg az életemnek, mikor ezt az éjszakát összehúztam itt a helyi magyarságot, de te is ilyen mozgatórugója vagy, mint a Péter is, hogy a Garfieldon mozgolódik elég rendesen, igen. Meg mindenhol. Ez valahol belőletek jön, nem? Nem. Igazából a Péter is felismerte, hogy ha te nem csinálod, akkor vagy csinálja valaki úgy, ahogy csinálja, de lehet, hogy neked pont nem az a szeretnéd látni, vagy oda kell állni, és neked kell csinálni. Tehát én nekem inkább ez volt a mozgatórugó. Tehát láttam, hogy ez szegmense hiányzik abból a magyar házból, amit én nagyon szeretnék látni, és ez sose fog megjelenni. Tehát láttam, hogy ez bármeddig várhatok arra az előadásra, arra a koncertre, arra, én nem tudok ide beülni, mert ott az nem lesz. Úgyhogy azt gondoltam, hogy itt nem az embereknek nem kritizálni kell, hogy mit szeretnék, és miért nincs ez, és milyenek a magyarok. Hanem csinálni kell. Hanem figyelj, odaállsz, csinálod, hely van, nem hiszem, és mindig azt mondtam, hogy ha valakit arrébb akarnak tolni, mert nincs hely, vagy nem lehet beférni, vagy az én programom nem tud megjelenni a Magyar Házban, vagy bárhol, akkor azt mondtam, hogy gyere hozzám, és kitaláljuk, hogy tud megjelenni, mert biztos vagyok benne, hogy van rá felület. És én magamról tudom, hogy biztos, hogy van rá felület, és elmondom a saját utamat, hogy mit jártam be, és hogy ha azt bejárod,
vagy nem kell bejárni, mert nehogy azt bejárt azért, hogy ez megjelenne, mert akkor nem lesz követő, de hogy ha legalább azon már, amit kitapos a ösvényen elindulsz, akkor már te rögtön betalálsz, tehát neked már nem kell taposni ezt az ösvényt. Igen, mert ez a magyar ház, ez valami hihetetlen jó helyen van, hihetetlen jó méretei vannak, brutális, nagyon-nagyon irtozatosan tetszik, és én mindig úgy képzeltem el, meg most is úgy képzelem el, hogy lenne egy ilyen központszerű valami, tehát végzek a melóval 4 körül, beugrok egy kávéra, most nem az, hogy hülyére így jön magam minden nap, csak hogy beugrani egy sör, vagy egy kávé, ott találkozni, pacsi, mi közösségi helyként nem üzemelt soha. Igen, valahol ezt hiányolom az egészben, hogy tényleg ott van egy adott. Figyelj, én mikor a Magyar Házban igazán elkezdtem működni, az volt, hogy hiába voltam benne az egyik tulajdonostárság, akár még a vezetőségében, sem, akkor rá tudtam látni dolgokra, de arra nem voltam képes, hogy én formáljam, vagy alakítsak, vagy hozzak be új ideákat, vagy lehetőségeket, akár működésbe, vagy akár programokba. De arra lehetőség volt, hogy legalább már tudjam, hogy működik, hol kell kopogtatni, és egy idő után pedig, ha hiszed, ha nem, én semmit nem akartam a Magyar Házban annál többet csinálni, mint hogy programszervezőjek, de mégis lettem utána delegáltak mondjuk a Magyar Ház vezetőségébe, és utána pedig az egyik tulajdonos társaságnak, az elnöke, a Széchenyi társaságnak 3 éve, remélem még nem több, de 3 éve biztos, hogy az elnöke. Szerintem lehet, hogy több, mert nagyon gyorsan mennek itt a Covid éve alatt, a semmit tevés, és csak nézünk ki a fejünkből, mert az nagyon... Mert egyszer voltunk egy ilyen Széchenyi felolvasós esten, és az nem most volt. Hát de remélem, akkor még nem. Akkor még csak tagja és vezetőségi tagja voltam, de aztán elnöke is vagytam. És még mindig elnöke vagy? Persze, tehát azért mondom, a 3 tulajdonosból az egyiket, az egyik tulajdonos társaságot én képviselem jelenleg. De jó, föl kell rázni ezt egy kicsit, ezt a Magyar Házat, mert én tényleg így képzelem, hogy beugrok, megiszok egy kávé, csoki. Igen, figyelj, nagyon sok minden kell, de mondom, mindent oda kell tolni ahhoz, hogy ott legyen. Tehát, igen, nem várni a sülgalmat, hogy én ezt szeretném, hogy akkor és valaki... És egy közösség kéne, tudod, közösség miből épül. Tehát kéne jó program, amire eljön egy jó közönség. A közönségből kell majd közösséget teremteni, de csak akkor, hogyha ez a program tovább folytatódik, vagy tovább megy. És nekem volt egy olyan szerencsés időszakom, amit muszáj elmondjak, mert ez a New York City MAG csoport akkor alakult, mikor ott a Széchenyi Társaság vezetőségén belül döntöttük közösen, hogy hívjunk meg előadókat, de olyan előadókat hívtunk akkor, amit mi egyébként YouTube-on már elkezdtünk nézni, és nagyon-nagyon megtetszett, és nagy rendszerességgel hetente néztük a frissebb és frissebb videókat, és ezek ilyen YouTube-sztároknak tűntek nekem egyébként akkor. És kik mondtam, voltak ők? Hát ez volt számomra amúgy a Géci Gábor, aki az egyik legnagyobb sztárja volt, egy YouTube sztárja ennek az időszaknak, de egyébként én ott ismerkedtem meg a szívsebész professzorral is. Aki, ja, igen, a pécsi. Igen, igen. Igen, elnézést, a bajuszos, igen, őt szószó, igen. Pap Lajos. Lajos. Így van. Igen. De a Pap Gábor is volt egyébként, meg még a Szántai Lajos, meg még a de Szántőről is sikerült elhozni Pap Gábort, nem, mert úgy gondolta, hogy ennyi évesen ilyen távolságot nem akar utazni, de volt nálunk Borgegettől kezdve, de ez mindenképpen egy mitikus magyar történelmi vonalon indultunk mi, ahol belebotlottunk ebbe a Géci Gábor, de az érdekesség a Géci Gábor első látogatásának, hogy nekem mondtak szabályokat ott is, hogy figyelj, Magyar Ház, hétvégén csináljuk a programokat, hétközben senki nem fog ide jönni. Itt csináljuk, ott csináljuk, így csináljuk, úgy csináljuk. Na most én minden szabályt felrúgva azt mondtuk, hogy oké, akkor programok hétfő, kedd, csütörtök, péntek. És 100 ember jött el, tehát hétköznap 100 ember. Az jó, nem? Így van, az egy óriási, hát a hétvégére nem jártak el 60-70-en, és hétköznap 100 ember, és vannak fotóim, amikor az ablakon kukucskálnak be, mert már nem volt helytelenben, mert nem számítottunk arra, csak hogy 30-40-en baráttársában 30-40-en tartjuk meg az adást, utána mindig a másik a költözködés volt, hogy ugye késnek egy kicsit az emberek New Yorkban egy előadásra, és akkor 60 ember megérkezett, de 40 késett. Na akkor már rögtön nem fért el sehol sem, már úgyse, hogy ablakon néznek be az emberek, úgyhogy ezt szépen átoltuk az egészet más termekben, utána a más termekben is volt valamikor program, akkor egyeztetni kellett, hogy minden nehezedett, és kiderült, hogy nincs kulcsunk. Na most a lényeg az volt, hogy ez a Gábor első látogatásról kor volt az, aztán nem a másodikkor, de akkor gyorsan ez ismétlődött utána egy második előadásra, hogy
Nem volt kulcsunk a Magyar Házhoz úgyse, hogy tulajdonostárságnak voltunk voltam mondjuk a tagja, tehát vezetőségi tagja. És kiderült, hogy ugye azért itt is volt egy olyan, hogy akik régen itt nőttek föl, akik itt születtek, tehát volt kulcs, csak nem nekünk. De azok meg már nem jártak oda, és akkor megpróbáltunk kulcsot szerezni, és az volt a lényeg, hogy a Gábor olyan óriási energiával jött, és adta át az embereknek azt, ami ő, és akkora nagy közösséget teremtett ott, hogy egyébként tényleg azt a tüzet, amit ő akkor ott rakott, azt én 4 évig nem tudtam elfújni, pedig nagyon igyekeztem rajta, hogy ne, hogy ennyi ember, tehát kellenek az emberek, de ennyi ne. De ennyi nem. Igen, tehát nagyon erős volt. És ma sírom vissza, ugye, de akkor kulcsot is kaptunk a házhoz. Tehát lett kulcsunk, lett termünk. Mert termet is csak egy évben az volt a szabály, hogy egy évben 2-szer használhat a tulajdonos termet. De így most hoztak egy új szabályt, hogy ha üres, akkor miért ne használhatnád? Hát igen, a tulajdonos. Adott, ja. Így van. Úgyhogy használtad mindig a termet, ha üres tulajdonosként. Úgyhogy nagyon sok áttörés történt akkor ezekből az eladásokból, és ezekből a új gondolatokból és új lehetőségekből, és egy óriási nagy csapat verődött vissza, nem felejtem el, hogy a Rakusz Tamás, a gondnok az állandóan hívott engem, hogy Ákos, 6-tól 7-től találkoztok, vagy nem tudom, azt hiszem 6-tól. Hát 4:30 most itt ülnek a lépcsőn már. Mondom, mennyien? Azt mondja, itt ülnek legalább 15-en. Mondom, hát nem akarnak hazamenni, mondom, munkából, hanem megvárják a 6 órát, de mondom, én még nem tudok odaérni. Akkor mondtam, engedje be őket a házba. Úgyhogy általában beengedte a házba, de mindenki megismert már mindenkit, ugye már be se kellett egy idő után engedni, hanem mindenki magának lesz a házat, már tudta, hogy Tamást melyik csengőn kell elérni, melyik telefonszámon kell felérni. Hamarabb megyek, beugrok a házba, napközben arra járok, viszek lisztet a kenyérsütéshez, ez az, úgyhogy nagyon beindult a háznak az élete. És akkor mi lett vele? Leült szépen? Született egy gyerekem. Ja. A feleségem eddig volt a közösségi programokból és a közösségi munkából. Hogy állandóan oda vagy. Egy négy év, amiben ő is nagyon részt vett szorosan, csak utána ugye az idő úgy alakította, hogy nem annyit. És született egy gyerekünk, és akkor annyit kért, hogy azért a gyerek meg a család legyen az első. Úgyhogy akkor egy éles váltás volt, tehát próbáltam magamat kimenteni, de nem zártam be az ajtót, hanem mindig kijelöltem mindent, hogy ki, hogy legyen, ki lesz ma, milyen téma, mindig témát is, meg mindent előre vezettem. De akkor ígértem egy 3-4 hónapot, hogy 4 hónapból visszatérek, nem ekkora erővel, de valamekkorával, és ez 6 hónap múlva történt a visszatérés, akkor még már majdnem késő volt. Tehát akkorra történt egy ilyen élvágás, hogy azért nem sikerült azt folytatni úgy tovább, ahogy én akartam volna, és kicsit szétszélettek az emberek. Jó, hát bízunk benne, hogy hát azért összefújja az embereket a szél. Igen. Mert tényleg ez adva van, csinálni kell, nem mesélni róla, hogy mit akarunk, mit tervezünk, hanem igazad van. Igen. Tehát, ja. Tenni kell értem. De egy nagy tűzrakó kell. Tehát kell egy külső ember egyébként, aki hoz egy jó ideát, aki hoz egy jó gondolatot, mind kultúrában, mind zenében, mind stílusban, mind bármiben, ami nagyon jó, cool, amit akarsz, amit érzel, amire az emberek akarnak találkozni. De én voltam egyszerre, amúgy, amikor én elvittem ezeket az embereket, most visszatérek az elejére, református templomba, úgyhogy nekem senki nem református, nem katolikus az egész család. Ott azért jártunk, mert azt vettem én is észre, hogy a földön ülnek a fiatalok annyira, meg gitároznak, meg zenélnek, meg élvezik. Tehát a lelkipásztor az olyat mondott, hogy érdemes volt figyelni rá. Tehát nagyon közel volt az emberekhez, és ott egy óriási közösség gyűlt, egy 69-es református templomról van szó, és ott egy óriási közösség, fiatal közösség gyűlt össze a templom körül, és azt gondoltam, hogy figyelj, mindenhol, ahol jó dolgok történnek, ott az emberek csatlakozni akarnak, így van. Mert részesei akarnak lenni a történetnek, jól érzik magukat, milyen csinálják. És ott olyankor ugye a lelkipásztor is összeszedi magát, és azt mondja, hogy úristen, hát nekem adnom kell valamit, tehát megtartó erőt kell képviseljek, és a megtartó erő akkora volt ott, ott is emlékszem rá, hogy hegyeket lehetett mozgatni annyi emberrel, és mindenki minden szeretett csinálni közösségben, hogyha érzi, hogy együtt van, együtt. Akkor most hány éves a gyereked? Most 7 éves. Na, hogy eltelt az idő? És már 8 lesz most, úgyhogy márciusban, úgyhogy telik az idő. És ugye nekünk itt hivatásból vagy hivatás nélkül is gondolni kell a következő nemzetékre, úgyhogy hogy miért csinálom ma a Magyar Házat? Valószínűleg azért, mert hogy gyermekeim
fogják ott, és a következő nemzedéknek meg kell őrizni. Tehát meg kell őrizni azt az előtt, a lehetőséget, ahova cserkészkedni állnak, ahova egy koncert, ahova egy bábjátékra elmehetnek, ahol a március 15-től az október 23-áig nemzeti ünnepeinket meg tudják ünnepelni. Úgyhogy kell egy olyan hely, ahol összetalálkozhat a magyarság. Most ami a legnagyobb probléma a magyar házzal az, hogy már nem lakik körülötte szinte magyar. Mert ugye az a környék, az Upper East Side, az úgy eltolódott már egy olyan irányba, hogy ott felmentek a real estate-nek az árai, drága a bérlet, drága venni, aki lehet eladta, vagy tovább állt egy másik bérletbe. De most a magyarságnak az egy jó hely egyébként, tehát olyan szempontból jó, viszont hogy három állam, mint New Jersey, Connecticut, akár Upstate New York is, ők be tud találni. Tehát majdnem azt kell mondom, hogy egy óra körzete ott sok magyar lakik. Parkolás az lehetetlen. Az igen. Kivéve az én autóma, igen. Igen, azzal jól lehet. Azzal mindig van hely. De figyuka, de lehet egy hülye kérdésem, de ez nagyon hülye kérdés. Egyébként igen. Ez miénk a magyaroké tulajdonjogilag ez a ház? Én ezt akarom mindig közvetíteni, hogy ez mindenki, sőt mindenkinek azt mondom, hogyha a magyar... De tulajdonjogilag? Na figyelj, én úgy mentem oda a magyar házba, hogy én ennek valaki egyszer a templomba súgta nekem, hogy annyit jársz a magyar házba, akarsz ott valamit csinálni. Miért nem, hogy az egyik társadalmak tulajdonos társaságának tagja? És akkor rögtön mondtam, persze, miért ne? És én akkor én oda találni úgy találtam oda, hogy a könyvtárnak volt egy i-magyar pont nevű programja, ami azt jelenti, hogy ott összekötötte, amikor nem lehet internetet találni, hanem oda mentünk internetet, mondjuk ez arról szólt körülbelül. És oda mentünk, és ott egy társaság, nem az internet volt már utána a lényeg. Oda mentünk, mindenki elküldött egy e-mailt, de hogy mi ott együtt voltunk, és egy nagyon jó társaság jött össze, és oda akartam tartozni, és mondták, hogy nem lehet belépni a magyar házba, és be lehet azt a pártoló tagként. Hát én pártoló tag akarok lenni, tag akarok lenni. És akkor nem lehetünk tagok, de közben valaki súgott nekem, hogy akkor figyelj, jelenkezz a Széchenyi társaságba, ha nem vesznek fel ide, majd oda talán fölvesznek. És akkor fölvettek tagként. Uh-huh. És így indult a tagság, és akkor már tag vagy egyébként, megmondom őszintén, akkor már egy tulajdonos tag vagy, tehát akkor nem csak egy magyar vagy, aki a magyar ház, hanem úgy érzed, hogy még egy tulajdonos társágnak is a tagja lett, egy non-profit szervezetnek, ami működteti a házat, vagy éppen a ház dolgaiért felelős. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, aki most engem hallgat, hogyha akar, bármelyik társasághoz, három társasága van egyébként a be lehet lépni? Magyar, akkor van az egyik a külföldi magyar cserkészet, a könyvtár és történelmi társaság, és mi vagyunk a Széchenyi társaság, a harmadik tulajdonosok. És a tulajdonosi létszámot egyébként föl is kellene duzzasztani. Azért kellene felduzzasztani, hogy legyenek érdeklődők a magyar házak, és ezek lehetnek ötletadó emberek is egyébként, akik úgy gondolják, hogy figyelj, láttam én ezt és azt, de én akarok egy olyan ember lenni, aki tagja, aki tulajdonosi tagja egyébként a háznak, és aki akar, és tehet is érte. Tehát meg tesz is érte. Igen, az ötleteket is lehet adni, én azt is szeretem, de mindenképpen az ötletekből ugye az nem elég, tehát mindenképpen kell fizikai dolgok történjen. Igazad az a legjobb. Van. Ja. Tehát akkor ezek szerint ez teljesen a... De nálatok is így van. Ezen röhögök, hogy mindig az ötletadó az van, meg, igen, meg igazságadó, igazságmondó, nem? Igaz az mondom. Is igen, hogy mindent meg tudnak mondani, igen. Meg hogy én így akarok tag lenni azért, hogy ingyen tudjam kivenni a dolgot, amikor attól függetlenül nekünk 2-3 ezer dollárba kerül a rezsi minden hónapban. Igen. Ötletet, embereket hozni, de ó, akkor ez az ember volt, hogy jönne ide, és mondom, oké, de nem éri meg, érted, mondom, oké, hiába akarod így hívni, most nem akarok nevet mondani. De figyelj, van egy spirituális dolog, amit a Géczi Gábor tanított. Azt mondta, hogy az ötletadó mindig kell, mert az ötletadó az ötletgazda, de az ő a gazdája a saját ötletének, és annak az ötletnek, amit csak ő tud megvalósítani. Tehát a te ötletedet, ha másra átütheted, ő nem tudja megcsinálni, mert ez a te ötleted. Tehát ezt mindig el szoktam mondani az ötletadóknak, hogy az a legjobb, tehát mindenki jöhet nagyon sok ötlettel, de te vagy az ötletgazda. Tehát mi téged ki tudunk szolgálni minden irányból, hogy lehet ezt megvalósítani. Itt vannak olyan emberek, akik nagyon tapasztaltak, tudják az anyagi, gazdasági oldalát, és tudják esetleg a fizikait is, hogy lehet ezt megteremteni. Tehát már megcsinálták többször a saját ötletüket itt ezen a helyen. Most te jössz, a te ötleted, és neked kell végigvezetni. És ezekből az ötletadókból kell kineveljük azokat, akik a jövő programjait szervezik és tervezik. De kell az is, hogy ne csak az ötletet adja, hanem csinálj, mert nekünk is mindenki ott úgy mondom, hogy okoskodik, hogy gyere, csináljuk a... Nem, őket be kell vonni. Igen.
Meg amikor ott van, tessék, segítsél nekünk, szétmentek a WC-k, segítsél abba, nem azt mondom, hogy oké, hát te nem értesz a WC-hez, mert az Attilát nem fog megkérdeni, hogy csempézzen. De valami. De mondjuk a WC-hez értek, bocs, mert a WC belső tartajában ki tudom cserélni a... Okay. Ezt csináltam Freudába, igen. Ja, de nem a tartajában, csak mondom, hogy amihez te nem én értesz. Értem, hogy mit mondasz. De azért mégis... Ha van egy olyan, tudod, kijövünk vasárnaponta, ha ott van, volt egy buli, oké, én elmegyek, én ezt tudom csinálni. Én, ha én nem tudom... Szemetet szedni, vagy bármilyen. Igen. De várj, a másik az, hogyha valaki bejön egy ötlettel, te nem küldheted el a szemetesre se a WC-re. Igen. Akkor te holnap után már nem látod. Tehát mindenképpen az első igen. dolog az ő ötletének a megvalósítása. Tehát amikor ő már benne van, és látja, hogy mivel jár a feladat, akkor tudod csak be sorolni egy olyan feladatra, amit lehet, hogy ő nem méltónak talál, de látja, hogy szükséges. Én egyetértek, csak én például mondok egy példát. Én vagyok az ötletadó. Szerintem csináljuk egy nagy fesztivált, hozzunk ki magyar zenekarokat, mint például a Azaria, ez ötletadó. Igen. És mondom, oké, akkor segítsél, hogy hogy lehet megcsinálni. Hát kétségvetést kell csinálni, és mondja meg, hogy honnan szerezzük hozzá a pénzt, és hogy tudja, hogy miről szól az egész. Tehát, hogy igazából én mindig azt szerettem mondani, hogy én annyira, az én sikerességem csak akkor sikeres, hogyha egy-két emberről van szó. Tehát, hogyha egy nagyobb csapatot kéne ellátni, és nagyobb csapatnak kell szállást adni, és ugye most éppen az ismerős arcok zenekar jutott eszembe, mert ő egyszer volt vendégünk. Ma már nem biztos, hogy lehetne, ha bár Nyelges Attilát innen üdvözlöm, és mondom, hogy viszont várjuk ide Amerikában. De emlékszem, itt a Glendale-ben, a Myrtle Avenue-n, itt iszogattunk egy bárban. Ide jártunk, mert ez volt a közös közeli pont, mert mindenkit máshol kellett elszállásoltatni. Tehát itt egy zenekar volt 6 taggal, meg mindenkinek volt még hozott anyaga, otthonról. Úgyhogy az elég, nálam is laktak 2, vagy 3, 4. Nálam 4 laktak, másik haromnál 2, ott a másiknál megint csak 4, és akkor így összejött valahogy a hely, de most ezt kivállalja. Tehát ma vállalnák, hogy mindenki igen. máshol alszik. Ma vállalnák, hogy hol tudnak fellépni, és milyen szerkóval, és hogy mentünk Connecticutbe, és hogy hangosítottunk meg mindent. Tehát szóval mindegy. Szóval nagyon sok mindennek össze kell jönni az időnek, a lehetőségnek és az akaratnak, hogy ez valóra váljon, de ma is szerintem vannak olyan előadók, és vannak olyan idők, és van olyan idő és olyan hely, ami ma is valóságot nyújthatna akár New Yorkban is egy előadásra, vagy egy koncertre. De mondjuk az ismerős harcokat mi nagyon-nagyon szívesen látnánk, mert Az egész abból indult. Az egész Móka Podcast abból indult, kérlek szépen, hogy a Péter kitalálta, hogy az ismerős arcok nélküle című számára. Emlékszem. Hát benne is, persze. Akartam benne lenni, mert nekem is mondom, hogy kötődésem van. És kötődés ma. És mindig elmondom, hogy én, mikor Péter megkért bennünket, akkor mondtam, hogy rengeteg zenekarban énekeltem, de azért az én énekhangom, igen. De azt mondta, nem csináljam meg. Na most a párommal úgy összevesztünk 24-szer, hogy körülbelül a 25-ére külön költöztünk, mert ugye énekeltem, Attika, hogy ez tök hamist, vegyük újra, és akkor újra vettem. És várjál, és a poén az... Kidőlt, hogy playbackelni kell. Igen, hogy a Péter alátette az eredetit, nem is hallatszódunk, de mi ilyen véresen a háztetőnkön itt fönt összevesztünk, hogy mondom, maradj már csöndben, most vagy soha. Ja, és kézzel majdnem szakítottunk, és akkor Péter között, hogy jaj, kár volt feszülni ennyire át az eredeti megy. És akkor így kezdődött el az egész móka, hogy ez nélkül, tényleg móka. Ez tényleg móka, ez és akkor ezért kezdődött el a mi kis podcasting. Ezt pedig éppen meg akartam kérdezni, hogy hogyan kezdődött, de akkor erre sor került. Mert mondtam, hogy ha egyszer eljövök hozzá, akkor én foglak meginterjúlni titeket. Uh-huh. Na most ez mi volt, vagy hogyan? Megcsináltad 200. adásnál. Ja. Várj, most már annyi jelentkezem a 200. adásra, ja, de különben Mária. Végén még a Magyar Házban lesz. Mehetem benne. Te, az se egy rossz ötlet, de most már akkor... Milyen zsombor? Várj, ki a zsombor? Gyerekem, de nem arról akarsz. De arról, hogy ő benne volt a mű, emlékszel? Ja, benne volt, igazad van. Hogy a sapkát felhúztad. Jó, ez jó ötlet egyébként, mert nem is a 200-ra, de egyszer a Magyar Házban. 201. 201. Mert a 200-ot elvitték. Ja, sajnos. A 100-ot akartam, de hát nem jutottam be oda sem. Beérem a... Mennyi? 190? Ezt most nem mondjuk meg, hogy én most már elmondom, hol tartunk, mert ott mindig előre dolgozunk. Szóval egy jó pár héttel előre van. Attila, nekem az a jó, hogyha 5 adás, 10 adás föl van véve előre. Akkor nem tudom, lehet, hogy én szó 200, várjál. Yeah, lehet, hogy akar más lenni, de nem félek be már máshova. Tegyük a 200-ig a rózsákat. Addig csúszok. Nem,
már közel, nagyon közel van. Azért. Ákos, figyú, hát köszönjük, hogy ezeket elmesélted, tehát ha bármi eszedbe jut, még küld el e-mailben. Jó, mindenképpen. De nem kérdeztetek belőle. De. Itt van előttem kiírva. A névsort azt kérdezte a Péter, a magot is említettük, neked minden. És egyébként ez a magyar házas dolog, ez jó, hogy ezt mondtad, hogy tényleg emberek, ne csak beszéljünk róla, tessék bemenni, kopogtatni, jó napot, itt vagyok. Aztán... Te képzeld el, hogy régen majdnem szűrőt kellett tenni a házra. Tehát mindenki akart egyébként valamit csinálni. Uh-huh. És a helyzet, ha nem, én most azt érzem, hogy senki nem akar már. Már nem is akarnak csinálni. De! Nem! Már nem jelenik meg kérdés akarok. Figyelj, olyan megjelenik, hogy hogy lehet bérelni, csinálok egy bulitot, és akkor tudod, biztos el tudnák adni ennyi bort, meg ennyit, és akkor ennyi jönnek ki. Tehát ilyen üzleti megkerések vannak, de olyan, hogy csináljunk valami jót, úgyhogy mindenkinek jó legyen, nem olyan nem jött meg. Én nem tudom, legutoljára a Cseh Tamás estem voltam, de ugye ez nekem, az szinte kötelező volt. És ez egy nagyon jó volt. Tehát ez egy nekem írt az igazgató, hogy Ákos, ez volt a történelmünk, vágyis a közös, amíg itt együtt, a legjobb műsor. Azt figyelj, azt annyira. Én imádom a Cseh Tamást oda-vissza, de... Hát én meg az előadóért mentem volna. A Miklós. Nem. A másik előadó? Most még jobb lesz, még az előadó, csak tudom, a Szabó Balázs. Így, mert Szabó Balázst ugye a hőnszeretett Funkadeli miatt ismerem. Ne. Mert hogy hát ismerem úgy a munkásságát, mert a Funkadelivel ugye a barátságban is vagyunk, mindketten. És ugye ők gyerekkori barátok a Szabó Balázsa, és a Szabó Balázs zenéjén is nőttem, úgy nőttem fel, hogy így a zeneileg, mert hogy akkora jó kis mellékszél volt, meg akkor jó szelet adott a vitorlába. És akkor utána eljön erre a produkcióra, amin 100% az utolsó percig ott tudok lenni, amíg nem a gyerekek fellépésével összeesik pont az időpont. És akkor az anyuk mondja, hogy az élet, gyermeked életed első hegedűve fellépésén akarsz ott lenni, vagy a Szabó Balázson. Te meg, hát a gyermekem én. Hát igen, egy karba dőlve. Képzeld el, hogy a Szabó Balázs nem ismertem. Na. Én a koncerten oda mentem hozzá, mondom, figyelj Balázs, ha valaki nézi itt Amerikában, akkor biztos, hogy én az első háromban benne vagyok, imádlak, meg minden, nem akarok itt puncsolni neked, meg minden, és úgy beszélgettünk, mint hogyha körülbelül 1000 éve haverom lenne, mondta, hogy ő a social médiában nincs, írjak e-mailt neki. És írtam neki egy e-mailt, hogy szia, én vagyok az Patkós. Egy másodpercben visszajött a csáó, meg minden, de jönnek ki egyébként a Szabó Balázsra. Nem akar, a zenekarra. Ugyanezzel akarnak. A formációval újra? Nem, a saját zenekarával. Okay. Szabó Balázs és a bandája, igen. És hát brutál. De nagyon jó. Tehát én ott ültem a székben. Nekem, mikor mondta a Liszt intézetnek a vezetője, hogy ez van, akkor csak így benyomtam az autóban a lemezt, és mondom, hát... aktualitása van, mert hallgatom. Az a profizmus, a pont azok a zenék. Meg a zenei világ, meg maga az értelmi világ, a szöveg környezet, a szöveg, amiről énekelte, nekem nagyon-nagyon... Fú, nagyon atom volt. Nem tudom, hogy miért nincsenek magasabban, de így is jó, hogy itt vannak. Ja, nekünk legalább élmény jutottak. Rózsa Ákos, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Nagyon gyorsan eltelt az idő. Nagyon. És, de aztán lassan elkezdjük. Várunk még vissza, és találkozunk a magyar házban. Vágunk még vissza. Vágunk még vissza, ez jó. De szakma belé. Ja. Na, akkor egy közös nagy képet. Olyan is van. Kitolsz, és akkor sziasztok! Oké, várjál, akkor most kérjük, az Ákosot fölteszi a kezét. Igen. Tedd fel a kezed. Na, ott lehet feliratkozni erre a műsorra, mert 90%-a nem iratkozik fel erre a műsor, aki nézi. Négy fekete pont. Attila, a fejét meg el fogjuk takarni egy playlistával. Ja, nyugodt ezt a fejét. Arra klikkeljetek. Ide én is eltakarnám. Sziasztok!